Sziasztok, ez itt a Tarkov egy percben. Ebben a videóban a feketére lőtt vagy nullázott testrészek javításáról fogunk beszélni. Kezdjük gyorsan a negatív effektek listájával. Ha a fejünk vagy a mellkasunk nullázódik, az itt kapott következő találat biztos, hogy halálhoz vezet. A fej és a torax nem javítható. Jobb kéz esetén 50%-kal lassabb item használat, 67%-kal lassabb fegyver használat, és minden új damage, amit kapunk, erre a részre 0,7-es szorzóval fog szétosztódni a többi testrészünkön. Ételezzük fel, hogy csak a jobb kezünk nullás, minden más rendben van. Bekapunk még egy lövést M995-tel, aminek a damage-e 40, ennek veszünk a 70%-át, ami 28. 28 pont lesz a damage, ami a testünkön szétoszlik, ami most legyen 6 testrész, tehát minden testrészünk HP-ja közel 5 ponttal csökken. Csináljátok meg a matekot a többi példához. A bal kéz esetén 67%-kal lassabb item használat és átkutatás, 50%-kal lassabb fegyver használat, szintén 0,7-es osztott damage-el. Jön a stomach, vagy a gyomor, a negatív effektje a gyorsított energia, illetve hidratáció vesztése, illetve 1,5-es szorzóval kapunk innen osztott damage-et. Lábak, lábanként 45%-kal lassabban járunk, alacsonyabbra ugrunk, futás esetén kapunk még damage-et, egyszeres szorzóval kapunk osztott damage-et. Na de lássuk, mivel tudjuk javítani magunkat. CMS kit, 2 slotot foglal, 5-ször használható, 16 másodpercbe telik a használata, viszont a javítás azzal jár, hogy a testrész HP-ja körülbelül a felére csökken. Survival kit, 3 slotot foglal, 15-ször használható, használatonként 20 másodpercet vesz igénybe a javítás, kb. 80%-át hagyja meg a testrész HP-jának, már említettük, de a surf kit a törést is gyógyítja. Mindkét kit használata után healelnünk kell az adott testrészt. Ha hasznosnak találtátok ezt a videót, iratkozzatok fel és nyomjatok a like gombra. Vigyázzatok magatokra Tarkovban. Sziasztok!